Sziasztok! Megint csak én vagyok. Egy pár szóval ki szeretném egészíteni az előző videómat, mégpedig azzal, hogy gondolkozzunk el azon, hogy hogyan is szeretünk mi, vagy hogyan mutatunk ki szeretetet mások felé. Én régebben a szavakra koncentráltam főleg. Ez azt jelenti, hogyha valaki azt mondta, hogy én ezt megcsinálom neked, vagy én szeretlek, vagy akármi, akkor én ezt elfogadtam, csak azért, mert hallottam ezeket a szavakat. Aztán később rájöttem, hogy ennek nincs mindig tartalma. És akkor elkezdtem arra is figyelni, hogy ki hogyan mutatja ki a szeretetét esetleg tettekkel. És akkor elkezdtem tréningezni arra, tehát magamat rávezetni arra, hogy arra is figyeljek. És manapság én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az például, hogy ki hogyan mutatja ki a szeretetét, a törődését. Nem annyira az a fontos, hogy ki hogyan hangoztatja a szeretetét és a törődését. Szerintem ez nagyon fontos dolog, főleg manapság, amikor ugye, ha másról nem beszélünk, tele vagyunk reklámokkal, ahol mindig ígérnek nekünk valamit, mindig ennyi, ígéretek, amik néha bizony üresek. Ez lehet személyiségekkel is kapcsolatban. Tehát arra ösztönöznék mindenkit, hogy próbálja ezt, ha eddig nem tette meg, kicsit átgondolni magában, hogy hogyan is vesszük észre a törődés, hogy az nem mindig a szavakban van benne, sőt, legritkábban van benne a szavakban szerintem, hanem nézzük meg a tetteket is. És nem konkrétan és mindig a felénk irányuló tetteket, hanem a mások felé irányuló tetteket is, ugyanis így sokat levonhatunk egy személyről, vagy egy cégről. Én ezt tudnám nektek javasolni. Még egy dolog, ami kimaradt az előző videóból, és ezért elnézéseteket kérem, amikor ugye a könyvről beszéltem, a Szeretet Művészete című könyvről, hogy milyen érdekes például az, hogy valaki könyvet ír erről, ugye egy ilyen megfoghatatlan témáról, mint a szeretet. És hogyha mondjuk én úgy gondolnám, hogy jó, ezt elolvastam, megértettem, levezettem az életembe, én is írok egy könyvet, és ezt valaki elolvasná, és utána az a személy is írna egy könyvet, és hogyan alakulna át ez az információ az idők során. Hogy nagyon érdekes, hogy talán ezért is jobb többféle könyvet vagy információt begyűjteni, pont azért, hogy megtaláljuk az alapinformációt, vagy az alapértékrendet. Én legalábbis ezt tudnám tanácsolni. A másik dolog, ami eszembe jutott, az pedig az, hogy milyen érdekes például, hogy hogyan tanítunk, tehát hogyan tanulunk, és hogyan tanítunk. Ez majdnem hozzáköthető ahhoz, hogy hogyan fogadjuk a szeretetet, és hogyan mutatunk ki szeretetet és törődést. Például, ha egy kisgyereknek hogyan megtanítjuk, ugye, hogy kösse be a cipőfűzőjét, van, aki elsőre, másodszorra meg tudja csinálni, van, akinek rengeteget kell gyakorolnia, és van, aki ezt az információt valamilyen szinten, amit átadtunk neki, a cipőfűzés, a cipőkötés információját megtanulja, de a sajátjává teszi, és lehet, hogy egy nagyon furcsa módon fogja azt a cipőt megkötni, de a lényege ugyanaz, hogy a cipő meg lesz kötve. Ezért nagyon fontos, hogy nyitottak maradjunk, és próbáljunk fókuszálni a végtermékre, én úgy gondolom. Persze ez nem azt jelenti, hogy a cél szentesíti az eszközt, de fogadjuk el azt is, hogy mások esetleg máshogy csinálnak dolgokat, de ugyanaz a céljuk vele. Szerintem ez is nagyon fontos dolog volt számomra, hogy ezt felismerjem, és el tudjam helyezni az életemben. Hát igazából még ezt szerettem volna hozzáfűzni az előző videóhoz. Elnézést, hogy kettő lett az egyből, de szerintem jó ez így, nem? Köszönöm szépen a figyelmeteket, és további szép napot nektek! Sziasztok!